Biblia gyermekeknek. Új szövetség. Bocsásd meg vétkeinket. Remélem, nem vesztjük el a zsákmányt. Húzd! Húzd! Nem bírom, túl nehéz. Ne nevess! Húzd! Na jól van, csak óvatosan. Gazdag fogás! Ó, a vámosok. Gondolom, nem fog gondot okozni, hogy befizesd az idei adót. Már befizettem az adót. Ó, de az még tavaly volt, Péter. Úgy elszállt egy év, hogy észre sem vetted. Mozgalmas életed van, mióta követed ezt a szent tanítót. Vigyázz, milyen hangon beszélsz a mesterről! Gyertek vissza holnap, meg lesz a pénzetek. És mi lesz ezzel a Jézussal? Ó, bocsánat, úgy értem, a mesterre. A mester is fizet majd adót. De szégyen, hogy a piszkos mancsotokba kell majd a pénzt tennie. Te ne veszheted mesternek, vagy az Isten fiának, de nekem Jézus nem más, mint a többi adófizető alattvaló. Vissza fogunk jönni holnap, Simon Péter. És ne feledd, fejenként fél sékel. Egy tőled, egy pedig Jézustól. Ezt nem ússzák meg szárazon, ugye? Ugye? Bocsáss meg, mester. Péter, miért vagy ilyen gondterhelt? Itt voltak a vámosok. Kérik tőlem az adót. És tőled is. Ezért lettél dühös? Tudod, tiszteletlenül beszéltek rólad, mester. Bocsáss meg nekik, Péter. Szeresd őket. Menj ki a tóra, vesd ki horgod. Húzd ki az első halat, és nyisd ki a száját. Találsz benne elég pénzt az adónkra. Jól van, ha te mondod, uram, akkor úgy lesz. Egy fél sékel mondom, neked is, és Jézusnak is. Nincs itt nagyon erős, halszál. Itt van az adó, magamnak és Jézusnak. Miért nem jött ide Jézus személyesen? Olyan szent, hogy nem mutatkozik vámosokkal. Nem gurultál dübe, ugye, Péter?
Jézusnak az nem tetszene? Jézus nincs itt. Hol van András? Fent alszik. Beszélnem kell vele. Péter, napok óta nem aludt semmit. Mindenkinek azt mondtam, hogy várnia kell holnap reggelig. Beszélnem kell vele, András. Mester. Igen, Péter? Bocsáss meg, mester. Fáradt vagy. Elnézést, hogy felkeltettelek, de kérdeznem kell valamit. Gyere. Ülj ide mellém. Tessék, Péter, hallgatlak. Tudom, hogy meg kell bocsátani, de néha vannak emberek, akiknek... Mindenkinek meg kell bocsátanunk. Hány alkalommal, mester? Hány alkalommal kell megbocsátanunk? Elmondok egy történetet. Élt egy ostoba ember, aki sok pénzzel tartozott a királyának. Eljött az elszámoltatás ideje, és ő nem tudott fizetni. Ezért aztán a király elé vitték. Nagyon sok pénzzel tartozol nekem, Hacor. Nagyon sokkal? Nem biztos, hogy jogos az állítás. Mit nevezünk nagyon soknak? Hacor, lássuk csak. Hacor, Hacér, Hacor. Ha, meg is van 10 000 talentum. Ez lenne az, amit nagyon soknak neveztünk. Ó, igen, így már emlékszem. 10 000 talentum, hát persze. Visszafizetem neked fél év alatt. Vagyis mit nem mondok? Fél év? Negyed év? Két hónap? Egy hónap. Mikor kölcsön adtam neked ezt az összeget, megbeszéltük, hogy mi lesz a büntetésed, ha késbe fizetsz. Ha késnék a fizetéssel, feleségem és gyermekeim legyenek rabszolgává, én meg kerüljek börtönbe. Na, kérlek, bocsáss meg, felség! Könyörgök, ne zárass börtönbe! Légy türelemmel, kérlek! Légy jó, kérlek! Kérlek, ne zárass börtönbe! Kérlek, mindent megfizetek! Csak ne zárass be! Ne csukass le, kérlek! 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 Hacor, nem szándékom nekem, hogy börtönbe zárjalak. De mostantól tartsd be, amit megígérsz. Elengedem az adósságodat. Nem kell megfizetned. Ó, köszönöm, felséges királyom. Ó, köszönöm. Jó vagy hozzá. Sosem felejtem el, királyom. Köszönöm. Uram, köszönöm. Elengedhettek most már. Hallottátok a királyt? Egy vassal sem tartozom neki. Sokáig leszel távol, Miká? Visszajövök, amint minden adósságot elrendeztem. Jó, de az mikor lesz? Nem sokára. 3 rövid hét. Talán 4. 4 hét? Papa, nem mész el, ugye? Gyere csak ide, fiam.
Biztos emlékszel, hogy tavaly a vihar elverte a termést. Igen, kölcsön kellett kérned attól a bácsitól. Úgy van. A bácsi olyan kedves volt, hogy kisegített. És most vissza kell fizetnem, amit adott. Csak hogy nincs rá pénzem. A városba kell mennem, hogy megkeressem. Nem fizethetnél neki később? Apád megígért valamit, Nakász. Azt be kell tartania. Tehát, azt mondtam a királynak, felség, én nem fogok fizetni. Csak ugyan? A királynak? Igen, azt mondtam, majd fizetek, ha módomban áll. Egy perccel sem előbb. És mit válaszolt? Mit felelt a király? Mit felelt volna? Hacor, barátom, ne haragudj. Menj utadra, békével. Egyet kérek. Bocsáss meg. Nekem itt most lenne még egy kis dolgom. Köszönöm. Ha nem csalódom, ez a pénz nekem jár. Hacor! Tömnéd a bendődet, miközben tartozol? Azért jöttem, hogy munkát találjak. Meg fogom fizetni az adósságomat. Válthatnánk pár szót négy szem közt. Fizesd meg, amivel tartozol! De még nincs pénzem. Adj haladékot, kérlek. Meg fogom adni. Haladékot? Hát minek nézel engem? Kérlek. Légy irgalmas. Nagyon kérlek. Majd adok én neked irgalmat. Segítség! Segítség! Ide! Ide! Kérem, jöjjön már valaki! Segítség! Itt meg mi folyik? Tessék. Elfogtam ezt az embert. Sok pénzzel adósom maradt. Meg akart lépni előlem. Ezt te írtad alá? Igen, én, de... Fel akarod jelenteni? Nem szívesen csinálok ilyesmit, de hát ebben a kínos helyzetben nem látok más megoldást. Na gyere csak! Kérlek, ne! Fizetni fogok! Hozzátok elém Hacort. Én mondom neked, még soha... Hogyan? Add vissza! Záróra! Elnézést kérek. Nem történt semmi. Hoppá. Vagyis nem történt semmi. Oh!
Hívjatok orvost! Eltört a karom! Jaj! Eltört a lábam is! Nem vérzik az orrom! Gyengülök! Orvost ide! Hova visztek? Tegyetek le! Náthás vagyok, és leprás is! Fertőző beteg! Meneküljön, akinek kedves az élete! Nagyon sajnálom, hogy ilyen rosszul bántak veled. Mostantól szabad vagy. Köszönöm, felséges királyom! Hogy tagadhattad meg a szegénytől az irgalmadat? Szükségem volt a pénzre. Hogy törlesszek? Hogy törlesszem feléd az adósságomat? Elengedtem a tartozásodat. Tudom, de mély hálát érzek irántad. És mivel mutathatnám ki érzékletesebben a hálámat? Azzal, hogy megkönnyörülsz a szegényen, ahogy én megkönnyörültem rajtad. Ne! Ne! Bocsáss meg, felség, kérlek, bocsáss meg! Oh! Kérlek! Ez nem igazság! Könyörgök! Ne! Irgalmazz, uram, királyom! Könyörülj raj! Hacor barátom, szívesen lennék könyörületes. De hogyan bocsássak meg neked, ha te nem bocsátasz meg másoknak? Látod, Péter? A mennyei atya olyan, mint a király ebben a történetben. Ha mi nem tudunk megbocsátani, ő sem bocsát meg nekünk. Mindig meg kell bocsátanunk, Péter. Nem elég csak 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Bocsássak meg, nem tudom, hogy felejtsem el haragom. Hányszor kell csendben elfordulnom még. Két kezem bár még harcolna, lábam az utat tapossa, térdre rogyok halt szívem kérését. Nincs kedvem immár a vádaskodáshoz, így keserű bűnhöz, mely szégyent hoz rám. Tárnám karom mindenki felé. Űz ez a perlekedő akarat, adj nekem türelmet és nyugalmat már, legyen szívem akár a igazság, ajkamon szóljon szeretet, adj erőt eltűrni a sérelmet. Jól mondom!
Hűz ez a perlekedő akarat, adj nekem türelmet és nyugalmat már, legyen szívem akár a tiéd. Hadd rakjam le a terhemet, hadd könnyítsem meg lelkemet, add, hogy megbocsássak mindenkinek. Mitől vagy ilyen fáradt? Nem aludtál az éjjel? Sokáig fenn voltam. Beszélgettem. Remélem legközelebb nem lesztek velünk tiszteletlenek. Na megállj te! Oh. Azért kár volt tönkretenni a hálót, hogy tiszteljelek. Se baj. Egyszer még összebarátkozhatunk. Jó napot az uraknak. Péter, mi történt veled? Hogy mondhattál ilyet nekik? Jézus arra tanít, hogy bocsássunk meg. Lehet, csak nem ezeknek. Várj, elmondok egy történetet. Élt egy ostoba ember, aki sok pénzzel tartozott a királyának. Eljött az elszámoltatás ideje, és az ostoba ember nem tudott fizetni. Rendezte Richard Rich. Írta Brian Nissen. Zene Lex de Acevedo. Magyar hangok. Széles Tamás, Schneider Zoltán, Vég Péter, Törköly Levente, Barbinek Péter, Makranci Zalán, Bogdán Gergő, Honti Molnár Gábor. A dalokat előadta Magyar Pálint. Magyar szöveg Csizmás Kata, dalszöveg Hanák János, hangmérnök Illés Gergely, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca, zenei rendező Márkos Luca, szinkronrendező Nikodém Zsigmond. A szinkront az Etalon Film megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. Forgalmazza az Etalon Film.